Vakondok 4. Végigjátszás. Sem könnyíthette meg a megfelelő fejlesztő csapat megtalálását, hogy az Eurékának elnevezett játékot rekordidő alatt szerették volna legyártatni. Ráadásul egyszerre Commodore 64 és Spectrum géptípusra is. Nagy szerencséjük, hogy szembe jött velük David Bishop és Stein Robert, és velük a magyarországi fejlesztés lehetősége. Robi fő azonnal idejött, azt mondta, hogy kérem, akkor ezt senki más nem vállalja el, ezzel baromi nagyot szól. Hát ez nem csak Angliában, hanem úgy általában a játékszoftveriparban, hogyha ezt mi elmerjük vállalni. Hát néztük a császár Andrissal egymásra, de hogy egyszerre kell a két gépet csinálni, és egyszerre kell kihozni, és nem, semmilyen hiba nem lehet benne, stb. Úgyhogy mondtuk a Robinak, hogy hát Andrással, császár Andrással, hogy ezt nem lehet ennyire nyilván épeszően megcsinálni, így tehát ezt normális idegállapotú ember nyilván nem vállalja el, de úgy tulajdonképpen nagyon vonzó volt, szóval azért nagyon izgalmasra hangzott, és akkor még nem volt szó pénzről. És akkor azt mondtuk, hogy fú, Robi, mondjál, ez nagyon sok pénzt. És akkor mondtunk egy olyan összeget, amiben annyi nulla volt, amit még sosem mondtunk. Hát mondtuk, hogy ezt el fogják hajtani. És akkor hát jött 20 vagy jött elfogja, rendben van. Lehet kezdeni. Emi, találtam még egy kulcsfigurát a játék kapcsán. Mivel egy szöveges kalandjátékról volt szó, a történet és a feladványok megírására az akkor már a kalandjáték kockázat könyveivel nagy sikereket elért Ian Livingstone-t kérték fel. Hogy időben elkészüljön a játék mindkét géptípusra, a fejlesztők először egy virtuális gépet, illetve egy saját programnyelvet hoztak létre, mely egyedülálló megoldás volt akkoriban. Az abban megírt programkód aztán egy gomnyomással legenerálódott a Commodore és Spectrum gépekre, amit két külön csapat finomított tovább az adott géptípuson. Ugye a császár Andrisek, a Commodore-os csapat az lent volt a városba, az a Szalmás-Piroska utcában a Kodály körönnél. Mi fönndolgoztunk a hegyen a második kerületben. Akkor előfordult, hogy taxisztunk a városba, éjjel oda-vissza. És akkor itt megjelenik a taxi a Szalmás-Piroska utcában, mint a grafikus vagy a valamelyik szoftveres beül, hogy jön hozzánk a Commodore-os csapathoz, ugye éjjel közel, fél kettőkor, és azt mondja, figyelj, ott a Vesta-szűz bejáratánál annak az őrnek le kéne venni a pofon erejét kettővel. Mert hogy akkor túl sok, nem jut. És akkor úgy, hát azért a taxisofőrök, azok nyilván sok mindent láttak a magyar éjszakában, a Pest éjszakában. Tehát ugye nem a Lipót volt bemondva cím, nem a halóbár, tehát ott azért látszott egy-két furcsa tekintet, hogy mi van ezek, mi is azok, milyen Vesta-szűz. A Commodore 64-hez képest egy mobiltelefon processzorának a sebessége több mint 1000-szeres. A memória kapacitásról meg ne beszéljünk, mert az a 100 000-szeres vagy még a fölött. És ebben a világban kellett nekünk megoldani olyan dolgokat, amik hát játszható játékok és látványosak. Amikor mi elkezdtünk a Commodore 64-essel dolgozni, igazából nem volt Commodore 64-es szoftver, a Commodore 64-es vadonat új volt. Minden információt igazából mi találtunk ki, tehát nem volt hova fordulni. Egyszerűen meg kellett érteni, hogy mi történik, és onnantól kezdve tiszta matematika az egész. Kiirtottuk általában a kisebb gépekből a teljes kernelt, saját magunk vezéreltünk mindent, az összes I.O. portot, képernyőpöttyöt, és így aztán olyan dolgokat is meg tudtunk csinálni, amire alkalmatlan volt. Mi elkészítettünk egy demót, ami megmutatta, hogy a Commodore 64-esen lehetséges teljes képernyőt betöltő mozgó horizontot csinálni. Nagyon szerettünk volna egy valamilyen repülésszimulációs vagy űrszimulációs játékot csinálni. És úgyhogy tényleg nem ismertük a lehetetlent, ugyanis a Commodore mérnökei kerekperec közölték velünk, hogy ez a gép erre nem alkalmas, mire mi válaszul küldtünk egy demót, amivel megmutattuk, hogy hogyan kell ezt csinálni. Ha az ember nem fél, akkor sokszor olyasmit megcsinál, amit más azt mondta, hogy ez lehetetlen. Tehát voltak olyan dolgok szerintem, amit mi megcsináltunk, mert nem tudtuk, hogy nem lehet megcsinálni. Ezek a srácok, akik ott a játék stúdióban dolgoztak, ezek egészen konkrétan és egyáltalán nem túlzok zsenik voltak. Én vagyok, és a feladat, és a gép. Ha nem jó valami, csak magamat hibáztathatom, csak magamat szíthatom, és persze attól, hogyha egyszer sikerült, akkor tessék, lehet próbálkozni hasonlóval. Ez nagyon jó érzés, tehát ugyanolyan, mint az olimpiát megnyerni. Az egyik legnagyobb siker egy belső nézetes 3D-s labirintus játék volt, ami Scarabeus néven jelent meg. Nagy Csaba volt az, aki a Scarabeusban megoldotta a háromdimenziós labirintust, amikor a Commodore 64 lehetetlen volt, az itt ilyen nincs. A labirintus az egy
az egy alapvető játék gondolat, hogy csináljunk labirintust, és akkor fölmerül, hogy na jó, jó, de hát akkor ne úgy legyen, mint a Pac-Manben, mert ugye az is egy labirintusban megy, hanem ott jó lenne benne lenni. Elsők között valósított meg például valódi 3D-s játékot Commodore 64-en, ami egy kajak szimulátor volt. A nyugati popkultúrába beszivárgott japán dolgokról viszont mit sem tudott. Senki nem hallott azt a szót, hogy ninja. Az, hogy van valami japán izé, az a judó lehet. Körülbelül itt ért véget a normális embertudás, és mi még csak nem is olyan normális emberek voltunk, hanem olyan matematikus félék. Az a szó, hogy nunchaku, na akkor tanultam. Amit így eldobnak, már elfelejtettem. Hogy az micsoda, és hogyan röpül. Úgyhogy akkor megnéztünk egy rakásnyi filmet, abból kialakult, hogy oké, okay, maga a műfaj tetszik nekünk, az még nem világos, hogy mit lehet ezzel majd a számítógépen csinálni, de érezzük, hogy mi ebben a poén, milyen eszköztárra számítanak a hanyatló nyugatnak azok a fiúik, viszont tudják, hogy milyen ninja, és az, hogyha földhöz meg egy olyan kis izét, akkor eltűnik a füstködben, meg efélék. Leültünk, és úgy elmondtuk az ötleteket, ezt mind leírtunk, mindent leírtunk a papírra, és akkor innentől indult a projekt. Ez volt az első ilyen alkalom, amikor több gépre dolgoztunk egyszerre. És ott akkor világos volt, hogy az nem fog menni, hogy ezt végig gépnyelvben írjuk meg. Gyártottunk ez egy külön nyelvet, amiben fejlesztettünk. Mert hogy a gépnyelv nem volt járható, mert más volt az agya gyakorlatilag mindegyik gépnek, tehát alig volt azonos processzorú gép, tehát az nem jött szóba. Tehát ennél magasabb szintű nyelv kellett, ami egyébként is egy kicsit kényelmesebb programozást tesz lehetővé, de olyan, ami nagyon-nagyon közel áll azért a gépi nyelvhez, tehát hogy a legtöbb rutin, amit megírunk, az szinte hatékonyságvesztés nélkül működjön az egyes platformokon. Úgyhogy ezért egy a Forth nevű nyelvet választottuk ki, kiolvastuk valami könyvből, hogy nagyjából milyen az, és akkor csináltunk egy olyat. It was like the beginning of trying to create a really interesting pipeline. That was a kind of development philosophy that would end up being the future. Steinék gyanítom Japánban sem voltak szégyenlősek. Ott is bementek a kiadókhoz, és megmutatták, milyen remek játékaik vannak. Mutattuk, hogy hát van nekünk ez, hogy hát itt van ez a milyen klassz, itt kergeti a bölényeket a lovas, meg hát itt milyen klassz, itt megyünk ebbe a labirintusba, 3D-be, hát színes, szagos, gondoltuk, a tízóját is megnyalja, azt sem érnek. Mondták, hogy Nintendo van, mondtuk, hogy hát Nintendo az most nincsen, de hát itt van ez, mondták, jó, na, majd jöjjünk vissza a Nintendo. Na, volt még öt ilyen alkalom, és akkor, hát akkor azt mondtuk, hogy a francba miért is nekünk Nintendo játékunk, és mondtuk, hogy hát akkor majd is menjünk ott, és akkor elkezdtünk, megpróbáltunk tárgyalni a Nintendo-val. És mondták, hogy ez nem így megy, a Nintendo az nem egy publikus rendszer, de nem egy nyitott rendszer. A Nintendo a sok jelentkezőből kiválaszt 4-5-6 partnert jellemzően Japánba, annak ad fejlesztőeszközt, egyébként dedikált hardware van, és mindenki elmegy a francba. Finoman szólva, üzletileg. Úgyhogy mondtam a Robinak, hogy figyelj Robi, menjünk ki a bazárba. Ugye ott van egy nagy-nagy elektronikai bazár, az Akihabara, és mondtam, hogy amire rámutatok, azt vedd meg nekem. És akkor jött a Robi, mondta, hogy abból kérek kettőt, azt mondta, hazahoztam. És az volt a tervem, hogy mivel a Nintendo nem mutatott készséget, meg a többi sem arra, hogy minket, hogy is mondjam, beengedjen ebbe a világba, mert ez egy nagyon zárt világ volt, mert ezekből viszont rengeteget adtak el példányszámra, és féltették, egy ilyen nagyon zárt piac volt. Azt mondta, hogy jó, akkor ha ezeknek minden a Nintendo kell, meg nem tetszik nekik a mi Scarabeusunk, meg a bölényünk, meg nem tudom, akkor kitalok én ezekkel, viszek nekik legközelebb Nintendo-t. És akkor megkerestem az MMG-be, ami a mechanikai mérőműszerek gyárnál, a nem tudom én, a távautomatika bemérő gyáregységben a szervizes mérnököt, akiben jóba voltam, mert én tanítottam angolra, és mondtam, hogy Laci, itt van, hoztam valamit, fogalmam nincs mi ez, mert még szám sincs az IC-n, nyilván eleve úgy csinált, hogy ne is lássuk. Vissza kéne ezt fejteni. Kéne nekem lehető csinálni egy fejlesztőrendszert. Mondom, jó! Kalmár László volt a hardveres ebben a témában, aki nekiállt, vette ezt a játékot. Ez egy cartridge-os játék volt, tehát nem kazettás, meg ilyesmi.
megnézte a kártyát, elemezte elektronikai úton, kiderült, hogy nem standard megoldások vannak benne, megtalálta, hogy mik az egyebek. Sikerült kiolvasni a kártyásból a játéknak a bájtjait, a kódjait, akkor jöttünk mi, ugye a szoftveresek, nézegettük, mi van benne. Valahol eljutottak oda, hogy itt van a hangcsip, akkor ott beszálltam, hogy próbáltuk, hogy négyszöggel, oszcilloszkóppal ott méregettünk, és ezt is bepróbáltuk kitalálni, aztán hogy mi van benne, de hát mindent egyes, tehát ez csak egy része ugye a zene, de az egész, hogy a processzor, hogy lehet a RAM, hogy lehet ezt onnan kívülről föltölteni. És az lett a vége, hogy néhány hosszú hónap múlva lett egy fejlesztőrendszer. Hát egy ilyen magyar fejlesztőrendszer, ilyen drótok, hegesztések, szikszalagok és stb. És akkor mentünk megint Japánba a Sonyhoz tárgyalni, a Traffic meg esetleges további játék ügyébe, és akkor mentünk megint a kiadóhoz. Mondtuk, hogy van nekünk játék, aha, és Nintendo van, szabad egyszer. Hú, azért, ugye a japánok tanulják ezt az érzelemmentes, egyenesen nézünk, hát de azért ez nem volt semmi. Komolyan mondom, hogy nagyon sokat megért ez a pillanat. Jogilag nem volt akadálya, tehát a Nintendo nem tudott ebbe beleszólni, amennyire emlékszem, csak ugye hát kicsúszott ezzel a kezéből, hogy megjelent egy fejlesztő, akit ő nem kontrollált. Ennek híre ment Európában, és hogy a magyarok Nintendo-t is tudnak. Át tudnak írni Nintendo-ra, hogy ezek hogy a francba... És amikor elküldtük az első demót a Konaminak, ők se értették. De hogy? Hát nem is vagytok license-et fejleszt. Nem. A Novotrade-ben elég egyedi helyzetbe került, így kezdődött meg a konzolos karrierje, amennyire tudom. A játék a látványos grafikai és szupergyorsan futó programkód mellett addig nem látott mélységű sztorival és játékmenettel párosult. Az akkoriban népszerű hasonló külföldi játékok kiismerésük után kevesebb mint 10 perc alatt végigjátszhatóak voltak. A Newcomerhez kicsit több idő kellett. Akkor nézzünk egy Newcomer speedrun, tehát hogy mindent kihegyezve, előre megtervezve természetesen, tehát hogy nem ám csak úgy ad hoc belemegyünk, aztán majd lesz valahogy, nem. Így 7 óra. Wakandok 4. Végigjátszás.